A várost is érintő fontos döntéseket hozott a kormány az Árpád-ház program kapcsán. Ez szerint 65 millió forint forrást biztosítanak a Nemzeti Emlékhely komplex fejlesztési tervének kidolgozására, továbbá csak nem 32 millió forinttal támogatják a Szent István Király Múzeum rekonstrukciójának előkészítését. Az Árpád-ház programhoz kapcsolódó legújabb döntésekről Varga Tamás országgyűlési képviselő, a program miniszteri biztosa és Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere adott tájékoztatást hétfőn. Székesfehérvár önkormányzata kiemelt feladatnak tekinti az Árpád-ház program megvalósítását, amelyről 2013-ban döntött a kormány. Az átfogó program célja, hogy Magyarország 2022-ben az Árpád-ház európai rangjához méltó módon ünnepelhesse meg az Aranybulla kiadásának 800. majd 2038. augusztus 15-én Szent István halálának 1000. évfordulóját. Az Árpád-ház mintegy 28 uralkodója majdnem fél évezeden keresztül kiemelt szerepet játszott nem csak Magyarország, hanem Európa történelmében, politikai és vallási életében, csak a honalapításra, a kereszténység felvételére, az államalapításra gondolunk. Ez egy óriási és jelentős mű, és a kormány elkötelezett abban, hogy ezt a művet a kortárs és a következő nemzedékeknek megőrizze és bemutassa, ezért indította 2013-ban az Árpád-ház programot, aminek több eleme van. Egyik kiemelt célja, hogy a koronázó bazilikát értelmezhetően bemutassa, a köveket, a megmaradt bazilika köveket méltó helyen kiállítsa, és mindezt egy korszerű 21. századi múzeum technikai eszközökkel. Ehhez biztosított a kormány 65 millió forintot, hogy ezt a munkát, ennek a munkának az előkészítését, a további felméréseket, vizsgálatokat a város el tudja végezni. Ez egy részösszeg, azonban a kormány úgy döntött, hogy 5 milliárd forintot fordít az egész programra. Ebből a pénzből mennyi érkezhet Székesfehérvárra? A program része egy nagyszabású kiállítás is, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum készít elő, és a Magyar Nemzeti Múzeum szakmai vezetésével a kormány döntése szerint itt Székesfehérváron a Szent István Király Múzeum főutcai épületében valósul meg. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a kormány biztosított 32 millió forintot az előkészítésre, felmérésre, az épület felmérésére, amelyet alkalmassá kell tenni természetesen arra, hogy egy ilyen hatalmas, nagyévű kiállítást bemutathasson. Ennek az összege nem ismert, január-februárban kell a kormány elé visszamennünk a javaslattal és a már pontos felújítás összeggel, és ezen kívül mintegy 700 millió forint maga a kiállítás megvalósítása, amelyet a kormány szintén megítélt. A programnak milyen hozadéka lehet Székesfehérvár szempontjából? Ugye ez a mű majd fél évezred itt Székesfehérváron zajlott, Székesfehérvár a központja ennek, és azt gondolom, hogy ezzel Székesfehérvár újból egy kulturális, szakrális központja lesz, nem csak Magyarországnak, egy meccéspont, egy igazodási pont Magyarországon belül is, és Európában is. A program része egy nagyszabású kiállítás. Ehhez azonban át kell alakítani a Szent István Király Múzeumot. A kultúrpalota átépítésének előkészítésére 32 millió forintot különített el a kormány. Az Árpádok kora című nagyszabású kiállítás a tervek szerint legkésőbb 2020. augusztus 20-áig megvalósul a Magyar Nemzeti Múzeum szakmai irányításával. Ez egy komoly kihívást fog jelenteni, egyrészt azért, mert gyakorlatilag a múzeum raktárai teljesen telítettek, tehát egyrészt magát a műtárgyanyagot kell elhelyeznünk majd, és hát mindezt nagyon rövid időn belül kell megtenni. Másrészt pedig nem, ugye hát a főutcai rendház épületünkben munkahelyek is vannak, tehát a kollégák munkahelyének az elhelyezéséről is gondoskodni kell. Most az intézménynek Székesfehérvár belvárosában 10 darab épülete van, 10 darab épületet kezelünk, valószínűleg a munkahelyeket ott fogjuk majd elosztani. A Szeúzó kiállításnál azt lehetett tapasztalni, hogy a fehérváriak és a környékbeliek, a fehérmegyeiek azért jöttek el olyan nagy számban, mert hogy valahol magukénak is érezték ezt a kincset, hiszen hát itt Székesfehérvár közvetlen környezetében került elő.
ezt egyébként sokan el is mondták, tehát a látogatóink. Na most azt gondolom, hogy ugyanerre számíthatunk az Árpádház kiállítás kapcsán is, hiszen hát ugye Magyarország bölcsője az itt ringott ezen a helyen, ahol most állunk, tehát mindenképpen jelentős fehérvári vonatkozásai vannak az Árpádháznak. Cserpalkovics András pozitívnak nevezte, hogy egy ilyen kiemelt nemzetközi figyelmet érdemlő kiállításnak Székesfehérvár adhat otthont. Én úgy gondolom, hogy van egy lelki-szellemi hozadéka, ami azt jelenti, hogy ez a több mint 1000 éves város a történelméből fakadóan azt gondolom, hogy egy büszke város, és büszke város is lehet, és most meg is kapja azt a támogatást, hogy ez a büszkeség meg tud jelenni a tekintetben, mondjuk úgy, hogy fizikai valóságában is, hogy egyrészt folytathatjuk azt a munkát, ami az Árpádház program keretében megkezdődött, úgy itt egy munkacsoport dolgozott, ennek a munkának a folytatására kaptunk most lehetőséget. Ugye ezzel párhuzamosan zajlik már a volt köztársaság mozi épületének kapcsolatos felújítás tervezése, lassan az engedélyezése, és ott majd egy azt gondolom nagyon szép látogatóközpont és kutatóközpontnak a kialakítása, ahol mindenki meg fogja tudni kapni azokat az alapinformációkat, hogyha onnan átjön ide a nemzet bölcsőjébe, a nemzeti emlékhelyre, akkor tudja, hogy hol van, tudja, hogy ez miért a magyarság szempontjából az egyik, hanem a legfontosabb történelmi hely, és remélhetőleg ezt pedig folytatni tudja majd a főutcai épületben, ahol terveink szerint 2020. augusztusában nyílhat egy olyan nemzetközi kiállítás, ami kifejezetten az Árpádházról, ennek a korszakáról, ebben Székesfehérvár szerepéről fogok szólni. Úgy itt a Nemzeti Múzeummal közösen hajthatjuk végre ezt a feladatot, így kaptuk meg ezt a lehetőséget, és ennek keretében a város feladata, hogy januárra elkészítse a főutcai múzeum épület átalakításának, felújításának a tervét. Ezzel párhuzamosan a múzeum régi raktározási problémáinak megoldására szolgáló tervet is, és utána kell ezt a kormány elé visszavinnünk, és a végleges döntések után kezdődhet ott meg a tervezés, engedélyeztetés és a kivitelezés. Ez így könnyeden hangzik, de mennyire nehéz feladat? Nehéz, mert időben olyan messzinek tűnik 2020. augusztusa, de hát tudjuk, hogy azért az nagyon gyorsan itt lesz, és nehéznek tűnik azért is, hiszen nagyon nagy a kihívás szellemi értelemben is, nem elfelejtve, hogy a kormány döntés is aláhúzza a 2022-es aranybulla évfordulónak a fontosságát, és nem elfelejtve az sem, hogy 2038-ban pedig egy olyan ezredik évforduló lesz, amire én bízom benne, hogy a nemzeti emlékhely nem úgy fog kinézni, mint most. Viszont, hogy fog kinézni, az nagyon nagy felelősséget ró ránk, és mindenkire, akár a munkacsoport tagjaként ennek a munkának a részese, mert nyilván a nemzet történelmének legfontosabb helyén vagyunk, a nemzet bölcsőjében vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez jelenlegi állapotában ehhez nem méltó, viszont méltó állapotot kialakítani az bizony egy nagy közös felelősséget jelent. A múzeum átalakítása és a nemzeti emlékhely átépítése mellett cél az egyes helyszíneket egységbe foglaló kulturális, történelmi sétaút kialakítása is. Ez az út a tervek szerint összeköti majd a királysírok helyszínét a volt köztársasági mozi épületébe tervezett látogatóközponttal.